Az ISIS Big Band dallamai nyitották az ünnepi műsort. Puskás Tivadar polgármester köszöntőjében felidézte a 316-ban Szavárjában született Szent Márton alakját, és beszélt az elmúlt években megvalósult fejlesztésekről. Összefogással olyan Szombathelyt szeretnénk továbbépíteni, ahol még jobb élni, dolgozni, a jövőt tervezni, családot alapítani, ahol megtalálhatjuk boldogulásunkat. Egy cél eléréséhez természetesen az itt élők munkájára, összefogására van szükség. Posztumusz Brenner díjat kapott Makrai Károly, a Szova ZRT egykori munkatársa. A Gotthárd Jenő díjat Bencsics Attilának, a Vas megyei kormányhivatal agrárügyi és környezetvédelmi főosztálya vezető helyettesének ítélték oda. Éhen Gyula díjjal tüntették ki Kublic Attilát, a Colspet Kft. Alapítóját. Az ifjúságért díjat idén Varga Jenő kapta. Nagyon meg vagyok lepődve, nagyon szépen köszönöm minden szombathelyinek, minden volt diákomnak, leendő diákomnak, mindenki, aki a kezem alatt valamilyen formában megfordult sportterületén, vagy bármelyik műsorom részese lehetett. Szombathely közbiztonságáért díjat vehetett át Kontit Sándor tűzoltó főhadnagy, a Horváth Boldizsár díj első fokozatát Stéger Gábor, a polgármesteri hivatal osztályvezetője, a második fokozatát Tendliné Nagy Gabriella köztisztviselő kapta. Tóth Géza díjat adományoztak Veréb Istvánnak, a Haladás VSE vezetőedzőjének. Az ünnepi műsorban közreműködött a világhírű Amadinda ütőegyüttes és a Bozsodi Kvartett is. Szombathely kultúrájáért életműdíjjal Zsámbéki Mónika művészettörténészt, a Szent Márton intézet vezetőjét tüntették ki. Amíg tudom csinálni, amit szeretek és ami a szakmám, addig fogom csinálni, és azon leszek, hogy további szép rendezvényeket vagy jó könyveket, vagy egyebeket hát készítsek a szombathelyi és más lakóknak. Életműdíjat Szombathely sportjáért Füle Magdolna és Bánhegyi Attila, szociális munkáért Fekete Árpád, a Vas megyei szakosított szociális intézet igazgatója, pedagógusi tevékenységért Vörös Lívia, Váci iskola rajztanára vehetett át. Rosszanitáte Szaváriéé életműdíjat Legli Veronika házi orvos kapott. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer azt a kicsi munkát, amit én sok-sok éven keresztül folytattam, valaha meglátszik és elismerik. Én próbáltam ezt a legnagyobb jó szándékkal tenni. Az év civil szervezete az idén 30 éves Alpokalja Nagycsaládos Egyesület és a Polgári Egyesület Szombathelyért lett. A Vörös Sándor díjat Veres Gábor szobrászművész és a Bógya Népzenei Együttes vehette át.